Üdvillő módon mindenkinek! A Banggoodról érkezett egy, hát mondjuk úgy, hogy aprócska inverter, de az érdekessége az neki, hogy ez egy kicsit nagyobb, mint amire számítottam. Úgyhogy 300 wattos inverternél nem egy ekkora dobozra számítol. Nézzünk bele, hogy mit kaptam tesztre. Hát ugye kapunk egy kis csomagocskát, amiben van egy krokodilcsipesz, és egy ilyen szivargyótaus valami. Kivételesen egyébként ez a kábel keresztmetszet a 300 watthoz 24 volton, én szerintem még elegendő is. Nagyon ritka az, hogy elegendő legyen, ami kábelt adnak hozzá, de szerintem ez most elegendő. Itt van maga az inverter. Az egyik dolog az, hogy nézd már meg, hogy ez mekkora. Hát a fotón ez ilyen kis picinek tűnt, mintha kb. Ilyen majdnem negyedekkora lenne. És ennyire is számítottunk konkrétan. Ehelyett egy akkora hatalmas inverterről beszélünk, hogy a másik ilyen nagyon aukciós oldalon konkrétan 3000 wattos volt ez a méretű, és az még könnyebb is volt ennél. Na jó, mondjuk erre csak 300 wattot írtak rá, de mondom, méretileg egyébként nagyon ott van. Itt van rajta a kis ventilátor, ugye 24 voltos, két csatlakozó. Elő még egy kis valami feszültségjelzőnk is van, kibekapcsolás, piros-zöld LED, és természetesen egy univerzális csatlakozó. Csomagban érkezik még egy darab manuál mindösszesen, ami van, én úgy látom, hogy tradicionális kínai nyelven, és természetesen angolul is, de milyen nagy sok használati utasítás kell egy ilyen készülékhez. Érted, még egy angol felirat se jutott, ja de jutott, oké, igazatok van, inverter. De ez mi? Talán az, hogy tiszta színuszos. Jó, a jelzés ott van egyébként, hogy tiszta színuszos, de ezt mindenre ráteszik. Ez az a újdonság. Hoztam ide a teszthez egy pár kis eszközt, egy fogyasztásmérőt, némi kis műterhelést, még egy kis műterhelést, természetesen egy akucsomagot, amiről meg tudjuk hajtani az invertert, egy izzót a kondi előtöltéshez, és egy transformátort, ha esetleg engedi magát 300 watt felett is járatni, akkor derüljön ki, hogy hány wattnál mondja azt, hogy nem bírom tovább. Alapvetően most azt mondom, hogy előtöltjük a kondenzátort, és mérünk egy üres járati teljesítményfelvételt. Az amper mérőmet sorba kötöttem az áramkörbe, de legelőször is előtöltjük a kondenzátorunkat. Ez meg is történt, innentől kezdve gyakorlatilag immáron már ide tudom csatlakoztatni szikramentesen az akuhoz az invertert. Na, akkor felkapcsolom az inverterünket, és akkor láthatjuk is, hogy egy ilyen körülbelül fél amper, ami bemegyen, 26,1 volton, hát elég meredek egyébként, hova kell egy 300 wattos invertérnek fél amper. De ennyit ígér egyébként a használati útmutató is. Mondjuk most már lejjebb ment egy kicsit, ahhoz képest, hogy megyen benne a ventilátor is állandóan. Ahogy azt halljuk, egyébként jó hűt. Azt az egyet el lehet mondani, hogy a hűtéssel nem spórol. Csatlakoztattam a krokodilcsipeszt, hogy valami kontakt is legyen. Most már terhelni is lehet lesz az invertert. Most akkor csatlakoztatjuk az elosztónkat, ami egész jó minőségűnek tűnik egyébként, mármint maga ez az ajzat. Ilyen nem hullik ki belőle, csak attól, hogy ránézel, vagy rágondolsz. Nézzük a fogyasztásmérőnk, az mit fog mutatni. Elindítom. Azt tudni kell egyébként, hogy konnektoros fogyasztásmérőt csak valós színuszos inverterbe csatlakoztassunk, különben tönkre fog menni, hogyha ilyen kvázi színuszos négyszögjeles inverterre csatlakoztatjuk. Ez egy valós színuszos, tehát nem fog tőle tönkre menni. 0 wattot mutat per pillanat, nézzünk akkor egy feszültséget. 225 volt az, amit előállít nekünk az inverter. Tudunk nézni egy áramot, ami még ugye még nincs. Tudunk nézni egy frekvenciát is, ami 50 Hz per pillanat. Power factor 0 természetesen. Na akkor azt mondom, hogy tegyünk rá terhelést. Itt van nekem a műterhelésem. És akkor legelőször beindítok egy 150 wattosnak mondott izzót, ami egyébként csak 136 watt körül van. Ez érdekes. Nem tudom, a feszültség miatt nem megyen be annyi.
ugye 230 voltra vannak méretezve. 265 wattnál járunk, 66-nál. Ezt minden további nélkül tartja az inverter. Hát még az akunak sem gond, egyébként 25,6 volt, tehát nincs is oda terhelés. Ezt minden probléma nélkül viszi. Egyébként megnézhetjük a feszültségünket, ami 223 voltra esett. Érzi azért az inverter, hogy van rajta terhelés, de minden probléma nélkül működik. És majdnem 1,2 amper megy be per pillanat. 50 Hz-en vagyunk továbbra is. 0,98-as a power faktorunk, hát mivel izzókról beszélünk, hagyományos izzókról, éppen ezért ez így is lesz. Ott látható az izzó egyébként. Na hát akkor mivel ezt tudja? Nyilvánvalóan 300 wattra hitelesítették, nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, ha nekünk kicsit több kell. Adjunk az érzésnek, 364 wattra, 66 wattra növeltük itt a teljesítményt. Egyenlőre semmilyen piros jelzés és semmilyen egyéb hibajelzés nem látok az inverteren, de hát az hallható is, hogy nem visít, bár nem hiszem, hogy van benne csipogó, mert nagyon csendben van. Ez minden további nélkül viszi. 366 watt. 222 volton vagyunk továbbra is, tehát még a feszültség sem esett be. És 1,6 amperre nőtt egyébként a fogyasztásunk, tehát azért így érződik, hogy nőtt a kimenő teljesítményünk. 50 Hz-en vagyunk továbbra is. Power factor 0,99, hát ugye izzók társaságában vagyunk még mindig. Hát ez nagyon kellemes meglepetés, hogy 366 watttal nem is foglalkozik vele konkrétan a kedves inverterünk, hogy hát ez nem 300 watt, minden további nélkül. Na de hadd menjen egy kicsit, és akkor mindjárt hozok egy hőkamerát, és akkor megnézzük hőkamerával, hogy hol melegednek az inverternek bizonyos részei. Na tehát most hőkamerával vizsgálom itt a dolgokat. Előttem itt van az inverter, de most teszek mindjárt egy kameraképet. Tehát láthatjuk, hogy itt van maga az inverter. Valabent azért valami melegedik, mert 37 fokos, de hát a 37 fokot azt én nem mondanám olyan nagyon nagy melegedésnek. Ott pedig látjuk ugye az izzókat, amik 170 fokon is izzanak, hát az igazok az izzó szálak. És hát ugye magát a kábelt is láthatjuk, hogy azok sem teljesen hidegek. Na de hát ettől a kontaktól nem is várom el egyébként, hogy 360 wattot átvigyen magán. De egyébként nem olyan sok áramról beszélünk, 24 volton, ugye a 10 amper az, illetve hogy 25 voltos per pillanat ugye a feszültségünk. 10 amper az 250 watt, tehát itt most egy ilyen 13-14 amper szaladgál. Közel sem mondható nagyon melegnek, 32 fok mindösszesen, hát jártam én már valakinél, akinél nem így izzottak a krokodil csipeszek, hanem ennél sokkal jobban, és minden probléma nélkül állja a sarat. Nem mondom, hogy hideg, de na, egész jó. Tényleg az akunk, szerintem az meg se pisszen nagy valószínűséggel. Hát nem is. Az akut azt én gyártottam. Nem a cellákat, csak magát a házat, meg a kontaktusok azok rám voltak bízva. Na hát az inverterünk az konkrétan 5 perc járásnál vagyunk, ugye itt számolódik az idő is. Hát ez minden probléma nélkül működik, tehát tudom, hát, hogy melegedik benne egy alkatrész, az egy dolog, de az még nem hiba. És minden további nélkül állja 369 wattot. 222 volton vagyunk továbbra is, 1,6 amperrel, 50 Hz-en. Ahogy látom, ezt a majdnem 370 wattot minden probléma nélkül tartja a készülék, egyáltalán nem meleg az inverter, de hát most láttuk az előbb hőkamerán, csak ugye érted, hogy kézzel így rátapogatol, és nem érzel semmi melegséget, a kontaktusok sem melegednek, mondom, de egyébként nem egy halálos teljesítmény folyik ott, 10-valahány amper mindösszesen. Én azt mondom, hogy emeljünk a téten,
a transformátor segítségével, és nézzük meg, hogy hol akadt ki, hol mondja azt, hogy elég volt. Nézzük akkor a túlterheléses támadást. Legelőször is felkapcsolom magát a hősugárzót. Elindítom az invertert. Ugye most per pillanat az inverterünk ugye a konnektoros fogyasztásmérőn keresztül ad villanyt a transformátorunknak, a transformátorunk megadja a villanyt a hősugárzónak, ami egyébként mehet hátrébb is akár. Tehát fog látszani, hogy fog üzemelni. Felkapcsolom a transformátoromat. Láthatjuk is, hogy üres járatban a transformátorom 12 wattot megeszik. Na most ezt szépen csendben elkezdem itt föltekerni. Ennek az az előnye, hogy meg lehet tudni pontosan, hogy hány wattnál kapcsol ki. Mint látható, most 14-15 volt megy ki. Hát majd itt valahol majd egyszer csak elindul majd az eszközünk is. Ilyen 110 volt, 120 volt környékén. Egész addig van túl nagy teljesítményt nem veszem fel. Tekerem szépen, óvatosan. Már egyébként 90 voltnál járunk. 100 voltnál majd mindjárt megállok. 127 watt a teljesítmény, ami kijön az inverterből. Itt már bizony jön a meleg konkrétan, tehát itt már elindult az eszközünk. Ebben csak egy sima PC ventilátor van egyébként, és egy gréchid. Tehát nem kell megijedni tőle, semmi baja nem lesz. És ellenőrzött körülmények között csináljuk a tesztet. Na, tekerem akkor szépen tovább a forgatógombot, és könnyedén el fogjuk érni egyébként a 200 wattot is immár. El is értük, 131 voltnál járunk, bár ez a videó felvételen szerintem nagyon szépen látszik. Itt bizony már egész jó jön a meleg. Akkor menjünk kicsit följebb. Ugye hát 300 watt a megadott névleges teljesítmény. És azt tudjuk, hogy 370-nél még nem kapcsolt le az inverter. Szóval szépen tekerjük följebb fele. 300-at már el is hagytuk. Még megyünk egy kicsit feljebb, itt nagyon óvatosan megyünk, hogy lássuk, hogy hol kapcsol ki. ötvennél járunk. 360-at megközelítettük, itt még minden probléma nélkül működik, és akkor most jönnek a kritikus pontok. Megvan a 390, és még mindig minden probléma nélkül működünk. Ott volt. Csináljuk csak még egyszer, kaptunk ugye egy hibajelzést. Kikapcsoljuk az invertert, visszabeindítjuk. El is indult, bekapcsolom a transformátoromat. Majdnem 400 wattig engedte. Na akkor menjünk szép lassan, csak egy voltonként, óvatosan. Tehát 380-at még engedélyezi minden probléma nélkül. 390. 95. 6. 6. Nem engedi magát 400 wattig felvenni, előtte pont egy watttal leszabályzott. Na! Én azt mondom egyébként, hogy ez nem egy rossz érték, alapvetően 300 wattra van hitelesítve, és 400 wattig minden probléma nélkül tudtam terhelni az invertert. Egy jelalakot lehetne itt még mérni, de mivel nincs oszcilloszkópom, ez nem fog megtörténni, alapvetően viszont biztosíthatok mindenkit, hogy valóban szinuszos a készülék, konkrétan onnan is meg lehetett állapítani, hogy szinuszos, hogy a kedves transformátorom nem akart leugrani az asztalról, azaz nem zizegett, nem resegett annyira, mint ahogy egy négyszögjel vagy egy kvázi szinuszról szokott. Tehát már ez is bizonyíték annak, hogy valódi szinuszos az inverter. Hát ha valakinek tetszik ez az inverter, akkor én javaslatom szerint ilyen 300 watton húzza meg a határt mindenféleképpen, annak ellenére, hogy többet bír, azért jobb a békesség, nem véletlen írták azt rá, de nagyon tetszett egyébként, hogy 400 wattig engedi magát túlterhelni.
Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatol, jövök még majd érdekesebb projektekkel is, de most ezt így megnéztük, hogy csak legyen valami viszonytársi alapunk. A következő videóig is, na csá!